Bús István teljesen véletlenül töltötte ki a Totót. Gyermekeivel volt ott a rendezvényen. Azt mondta, nagyon meglepődött, mikor azzal hívták fel, hogy ő nyert. A kérdések azok elég nehezek voltak, nem csak ilyen gyerekszintű kérdések voltak, hanem igenis felnőtt tudásra is szükség volt. Hát kitöltöttük gyakorlatilag a kérdőívet, nem is gondoltunk rá, hogy egyáltalán nyerhetünk. Bedobtuk, mert akkor ott voltunk, és a gyerek játszott is, és más milyen kifestőket, egyéb játékokat játszott. Hát mikor felhívták, akkor nem is akartuk elhinni. Magyarország még 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek évfordulóján minden évben országszerte Európa napot szerveznek, amelyen egy totó kitöltésével értékes ajándékokat nyerhetnek a résztvevők. Idén a főnyeremény egy kétszemélyes amszterdami utazás volt. A Nyíregyházi Europe Direct tájékoztatási központ sokrétű feladatokat lát el. Ők koordinálták például ezt a versenyt is a térségben. A mi irodánknak nem feltétlenül csak az a célja, hogy az Európai Uniót idézőben mondom, reklámozza, hanem az, hogy megértesse a polgárokkal, hogy mit profitált Magyarország az Európai Uniós csatlakozással. Tehát olyan Európai Uniós pályázatok nyújtata lehetőségekről kívánunk információt átadni a polgárok számára, amik segítségével az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket és beruházásokat tudtunk megvalósítani. Az ügynökség gondozásában ilyen kiemelt program a középkori templom. Útja program is, tehát így kapcsolódik össze a két tevékenység. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a 2009-ben indult projekt már szinte misszióvá vált, a közeljövőben pedig indul az ügynökség következő programja. A reformációs örökségtúra után június 17-től a Szent László kultuszhoz kapcsolódó településekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők.